Az emberek szeretnek állandóan sebet ejteni rajtam, morogtam az orrom alatt. Nem, javított ki, az emberek szeretik nem észrevenni a jó dolgokat. Szóval, Karin, most kérdezhetnélek a könyvedről, az írásról, meg a folyamatokról, de engem jobban érdekelsz te, mint művész, mint író, úgyhogy kezdhetjük? Igen. Jó. Amikor én egy íróra gondolok, akkor egy öreg, mindent megélt bácsika jut eszembe, de mégis itt ülsz előttem, szóval honnan jött ez az egész, én most írok egy könyved dolog? Az úgy volt, hogy tavaly nyaralás előtt álltunk, és én elkezdtem dolgozni fanfictionon, amit közelebb éreztem magamhoz, mint hogy egy internetes kitalált sztori legyen egy videójátékról. Így úgy döntöttem, hogy átveszem magamhoz, átírtam, továbbírtam, tovább gondoltam, és végül, amikor kész lett, ez az egy volt előttem az, ami úgy gondoltam, hogy na, ezt szívesen látnám, viszont végre megérett arra, hogy egy könyv legyen az, amit én írtam, mert rengeteggel foglalkoztam, más tematikákkal, sokkal nehezebb, könnyebb irodalommal, de egyik se volt, amikor úgy állapotban, hogy amikor kész voltam, visszaolvastam, mindegyikre azt mondtam, hogy nem, ezt nem látnám viszont. Ez a fiatalság, ez a korod, mennyire befolyásolta, mennyire nehezítette a folyamatokat? Igazából jó kapcsolattartóim voltak. Senki nem érezte azt, hogy most azért, mert hogy ő fiatal, nem tudna olyan könyvet írni, mint mondjuk egy 30 vagy egy 40-es éveibe járó ember, hanem látták úgymond a potenciát, hogy van ebbe valami, lehet ebbe valami. Amikor megjelent a könyved, akkor egy Facebook posztban azt írtad, régóta dédelgetett álmom. Szóval milyen érzés volt ez, amikor így a kezedbe adták a könyvet, hogy itt van? Hát emlékszem arra a napra, hogy jött a GLS futár, én aznap nem mentem le iskolába. Hát fél óráig szerintem sírtam végig, igen, hogy olyan jól esett, hogy az, amit a 8 éves énem elkezdett, az most 19 éves korára az végre megvalósult. Mennyit dolgoztál? Ha jól számolom, akkor 4-5 hónapot. Volt egy kisebb-nagyobb ilyen writer's block ott is, hogy mindig az volt, hogy naponta leültem, jó, akkor foglalkoztam vele egy-két órát, aztán kész, másnap is, volt aztán egy-két hét ilyen kimaradás, vagy talán egy hónap, aztán folyamatosan újból, aztán akkor a végén így kész lett. Szóval kaptál-e olyan jó tanácsot, vagy olyan kritikát, akár írás, akár így az élet, tehát bármi, amit így a mai napig magaddal hordozol, és rágondolsz, és eszedbe jut, hogy igen, ez az a kritika, vagy az a tanács? Leginkább az, hogy ki kell tartani mellette. Uh-huh. Hogy vannak olyan pillanatok, amikor akármit csinál az ember, van olyan érzés, hogy nem megy, föladja, nem érdekli. Uh-huh. És amikor tényleg föladja, így utólag visszagondol rá, és megbánja, hogy na, hát pedig azt tudta volna amúgy csinálni, csak nem volt elég kitartása, hogy ténylegesen ki kell tartani, és hogyha akkor is, hogyha valamit csinál, és mondjuk úgy érzi, hogy erőltetett, akkor később vissza tudja gondolni, meg vissza tud lépni, és akkor át tudja dolgozni, mert akkor lesz ereje, mert tudja, hogy kitartott mellette. És olyan kritika volt, ami kicsit így megütött? Egyik barátnőm mondta, hogy szerinte kicsit túl sok szálon futott a cselekmény, amikor először elolvasta, hogy örült neki, hogy végül kiadtam meg mindent, csak hogy szerinte az nagyon bonyolult volt, hogy szerinte az a több szálas cselekmény lehetett volna kevesebb is, mint amennyit ő beleszámolt. Egyébként érzékeny vagy a kritikára? Jól szoktam fogadni, mert mindenkinek véleménye van, mindenkiért meghallgatom. De aztán valamit néha így kicsit így a szívemre veszem, hogy na, akkor most nem beszélek veled. Egyébként ugye egyetemen médiát tanulsz. Ezzel neked milyen céljaid vannak? Tehát írsz egy kis média, mi így a végcél? Ami mindig is volt, hogy szeretnék az írásban megélni, és igazából ami el is kezdett érdekelni, hogy mint a média részleg, hogy magam megteremteni majd, amit írtam. Uh-huh. Hogy egyszer majd remélem el tudok jutni egy olyan szintre, hogy mindent kisajátítok, és aztán, hogyha lesz elég energia, akkor majd tovább bírok is, meg csinálom is, és akkor meg tudok úgy élni belőle, hogy azt csinálom ténylegesen, amit szeretek, és így mostanra beérve ide, ténylegesen így
így egy pár hete fogalmazódott meg, hogy na most vagyok ott, ahol nekem tényleg kell lenni. Neked kik voltak azok, akik így nagyon támogattak, és hogy reagált a környezeted a dologra? Három ember volt mellettem, amikor elkezdtem írni. A legjobb barátnőm Szonya, ő mindvégig támogatott az összes ilyen kisebb verseimet, meg kisebb részleteimet elolvasta, hogyha küldtem neki, segített is, leginkább ő is a helyesírási hibákat kereste nagyon, hogy ha más nem tud hozzátenni, akkor legalább annyit, hogy jobban nézzen ki. Persze. Akkor volt egy másik barátnőm, Szilvi, ő is szintén élvezte olvasni, mert mindig is tudta, hogy nekem erre felé kell menni, és hogy ő támogatott. A harmadik pedig meg Nándi volt az akkori párom, ő is mindenben akar támogatni, amennyiben tudta, csinálta is, és igazából az nekem nagy örömöm volt, amikor ő végül úgy döntött, hogy mégis megrendeli, és majd elolvassa a könyvet úgy, mert nem igazán szeretett olvasni. Értem. Szóval ez nagy dolog volt, hogy jó, elolvasom miattad. És egyébként nem volt olyan pillanat, hogy kicsit így kínosnak érezted, hogy többen olvassák így a könyved, és ismernek, és tudják ki, vagy így büszke voltál rá, és nem? Leginkább a szüleimnél, meg a családtagjaimnál éreztem kínosnak egy kicsit. Nem is azért, hát vannak benne ilyen szép jelenete. És egyébként kihat a saját magánéleted az írásodra? Tehát mondod, hogy írtál verseket, meg ilyenek. Hangulatfüggő, hogyha... Van előttem akkor a laptopom, és mondjuk én akkor hú de happy vagyok, meg minden, akkor én egy hú de happy fejezetet fogok írni, hogy akkor a főhős is happy, meg minden jó dolog történik vele. Szomorú vagyok, akkor szomorú fejezetet írok, hogy akkor a főhős most egy kicsit szintén akkor szenved. Szenvedjen, tehát nem érdemli meg. Akkor nem jön neki össze a napja, úgyhogy tényleg ez a hangulat függő. A kiadót akartam még kérdezni, hogy velük azért, tehát mennyire kell tartani a kapcsolatot, mennyire kommunikáltok? Most így egyszer felvettem velük a kapcsolatot, hogy lassan készüljenek arra, hogy jön a második rész. Már megvan írva, már szerintem, ahogy jól emlékszem, még a helyesírási hibák átfuttatása is megvolt az első körösben, úgyhogy már csak a második körös vár rá. Ha csinálhatnál egy bármilyen sorozatot, akkor ezt, tehát ezt tennéd sorozattá? Most ami jelenleg dolgozok, az is nagyon esélyes lenne erre a szerepre, az egy... Ja, tehát most párhuzamban máson is dolgozol? Igen, éppen az, ahogy van kedvem. Mostanában tényleg úgy volt kedvem, hogy úgy elkezdtem egy totál új vonalú egész regényt, más szereplőkkel, más tematikával. Aztán elkezdtem az előzmény sorozatot írni, aztán harmadnap meg egy régebbi könyvemet vettem elő megint, hogy na, azt fogom írni, és így ezek között így cikázott össze-vissza. Hát tulajdonképpen az utolsó kérdésemhez elérkeztünk, az pedig az lenne, hogy mik a jövőbeli terveik korának, tehát hogy mi az, ami... Na tudom, elmondtad nagyjából, de most írsz több könyvet, mi az álom, tehát az álomélet? Hogy az összes olyan ötlet, ami eddig elkezdett készülni, majd ott legyen. Szóval akkor a cél az, hogy minden ötleted polcon lehessen, ott legyen, kézbe fogható. Ez szép, ez szép. Hát én szurkolok neked. És ha lesz más, tehát kíváncsi vagyok arra, amiről beszéltél itt a következő dolgok, akkor arra is nagyon kíváncsi leszek. Hát akkor Lea, köszönjük szépen. Én köszönöm a lehetőséget. Az életem egy zongora művészet. Érteni kell, és ha érted, akkor meg tudsz engem ismerni. Ha nem érted, akkor csak tátott szájjal fogsz nézni, hogy mit jelentenek a sorok. Magam sem értettem a saját életemet egészen mostanáig.